A hagyományos disznóvágások szinte reneszánszukat élik. Nincs ez másként Lengyelen sem, ahol az idén harmadik alkalommal rendezték meg a székely és sváb tradíciókkal bíró rendezvényt. Nagyon nagy szerepet adunk mi ebbe, annak is, hogy közösségfejlesztés. Tehát itt a Lengyelen ugye a sváb és a székely hagyományok vannak, de mikor így összejövünk, akkor lengyeliek vagyunk. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nemzetiségen belül is hanem a nemzetiségek is összetartsanak. Nagyon szép a rendezvény, nagyon sokan vannak, igénylik az emberek. Otthon már egyre kevesebben vágnak disznót, most már ugye a legtöbben megoldja, hogy megveszi a húst, otthon bekeveri, de ha el tud jönni egy ilyen rendezvényre, lehet látni, hogy nagyon sokan megjelennek, egyre több a fiatal, aminek nagyon örök, nagyon sok elszármazott lengyel visszajön erre a napra Lengyelre, mert ő úgy érzi, hogy lengyeli, külföldön dolgozók úgy időzítik a szabadságukat, haza tudna jönni. Tehát én úgy érzem, hogy akik itt vannak, ezeknek ez egy nem munka, ez egy szórakozás. A polgármester szerint a lakosságnak szüksége van az efféle eseményekre, valamint jogos igényük van rá, és szerencsére élnek is az adott lehetőségekkel. Hagyományőrzésben annyit tudunk tenni, hogy ugye mivel, ahogy mondtam, Lengyelen a székely és a sváb hagyományok voltak, mivel egy disznót vágunk, így kétféleképpen nem tudtuk a feldolgozását. Két évvel ezelőtt akkor székely hagyományok szerint pörzsöltük, mert akkor egy nagyon nagy disznónk volt, akkor úgy lett földön pörzsölve, lapáttal kaparva, szétszedve. Most ezek nem olyan nagyok, most a sváb hagyományok szerint forrázás, rénfa, úgy lett szétszedve, de viszont az elkészült ételekbe nagyon próbálunk a régi hagyományok szerint. Tehát ugyanúgy a káposztába a székelyesen a töltött káposzta, ahogy a székelyek hívják galuska, és a német hagyomány, sváb hagyomány szerint pedig a gombócos kápotta, ami vágott káposztával készül. A 180 kilós állatot teljes egészében feldolgozták. Sváb és székely hagyományoknak megfelelően kétféle káposztát készítettek. Mind a két népcsoportnál nagyon-nagyon speciálisan van ez kidolgozva. A székelyek azok levélben töltött káposztát készítenek, amit ők galuskának neveznek, a sváboknál pedig inkább gombócot szoktak készíteni vágott káposztával. Igazából az anyag, hányadók, illetve a fűszerezés az nagyon-nagyon hasonló. Annyi, hogy a székelyek rendkívül sok kaprot és csombort szoktak belerakni, ezzel fűszerezik vagy ízesítik jobban. Fokhagyma, piros paprika, őrölt bors, ezek kerülnek bele, egy kis dísztelt hagyma, fokhagyma, és igazából ennyi. A többi az a titok, amit az asszonyok kezében van. Azért nem csak az aznapi állat került terítékre, mindig jól jön egy kis füstölt hús korábbról. A töltött káposzta alá, a galuska alá, körmöt, füstölt körmöt, csülköt és ilyen kis szalonnát is rakunk, de frisset is, tehát nem csak füstöltet, hanem ami most onnan kikerül. Ezt a fiúk most összevágják apróra, és ez fog az anyába belekerülni. Az asszonyok rutinosan és pontosan formázták meg a gombócokat. Többféle módszer van, behajtjuk széleit rá, mindkét oldalon és becsavarjuk. Ez az egyik fajta. A másik, amikor kisebb a levél, akkor nem is nekem, még a mama szokta így mutatni, hogy mint a tölcsért formáznánk, és akkor a végén tudjuk a... Ez a levél, ez mondjuk pont a nem a legjobb. Az aljába a... A polgármester szeretné, ha több fiatal venne részt az ilyen és hasonló rendezvényeken, hiszen így továbbadhatják a szokásokat, és az azokhoz tartozó recepteket, legyen szó krumplis kolbászról vagy sültvérről. Nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, hogy a mai fiataloknak ezeket tovább tudjuk adni, mert ilyeneket nem nagyon fog már kapni a boltba, sehol se, krumplis kolbászt, holott egy nagyon finom étel. És a fűszerezéssel viszont úgy vagyunk, hogy a régi öregek mondták, minél egyszerűbb, annál jobb. A sok munka nem ment persze a szórakozás rovására, és nem is csak maguknak készítették el a sok finomságot, hiszen a nap disznótoros vacsorával és bállal zárult, ahová a falu apraja nagyja jelentkezett. Este 17:30-tól kezdődik egy disznótoros vacsora, ahol a ma itt dolgozó emberek munkáját úgymond fogják az emberek minősíteni, ugye a kolbász meg lesz sütve, a káposzták meg lesznek, föl lesz dolgozó, úgyhogy egy nagyon finom disznótoros vacsora lesz, mindenki kap mindenből, hogy meg tudja kóstolni, és ez 17:30-tól legyen 20:00-ig, és 8 órától a hangutalat a zenekar is, immár harmadszorra egy hajnalig egy fergeteges bált fog adni, ahol le lehet táncolni a vacsorát,
úgyhogy ez a diabetikus része lesz a dolognak, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ott is még nagyon sokan eljönnek. Azokról sem feledkeztek meg, akik bármilyen okból távol maradni kényszerültek. El szeretném mondani, hogy ugye több olyan idősebb is, meg olyan lakos van Lengyelen, akik nem tudtak megjelenni, természetesen ők feliratkozhattak, és nekik házhoz lesz szállítva egy ugyanilyen összeállításban egy vacsora. Nem csak a helyiek, de a korábban elszármazottak is visszalátogattak a településre. Néhány külföldön dolgozó is úgy alakította szabadságát, hogy megjelenhessen és segítkezhessen a disznó leölésében és feldolgozásában. Én most a zsírt sütöm ki, és azért bízták rá, mert nem tudták másra. Én voltam a pont ráérő, és azt mondták, pörgessen. És most pörgetem. Itt nőttem fel, talán elköltöztem Bonyhádra, Majosra, és úgy visszatérek mindig a szülőfalumba. Szeretek ide visszajönni. Miért? Olyan emberekkel találkozok, akikkel máshol nem. Nincsenek túlhajszolva, el vannak. Lassuk, szeretem. Az állatot a vacsorára és bárra előre váltott jegyek árából vásárolták meg, a zenekart pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.